Köszöntöm Önöket itt a fehérvári beszélgetésekben, és ahogy azt megszokhatták ebben a műsorban, napról napra, hétről hétre igyekszünk érdekes embereket bemutatni Önöknek, vagy ismert embereket kevésbé ismert oldalukról bemutatni Önöknek. Stúdiónk mai vendége Budán László. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, aki egyébként Sihán, azaz mester. Jól fogalmaztam? És melyik területen? Hát a karate területén, igen. A karate az egy ilyen nagyon sokféle ágazatot magába foglaló műfaj. Ezen belül ön ugye Kyokushin karatéval foglalkozik. Na mi itt az alapvető különbség? Tulajdonképpen minden tud rólam, és a különbséget nem. És a különbséget nem. Igen, a karatéban többféle irányzat van. A Kyokushin karatéról azt kell tudni, hogy tradicionális japán karate. Ütéseket, védéseket, rugásokat felhasználó egy támadó harcmodor. Így nagyon röviden. Tradicionális japán karatét hol lehet megtanulni? Japánban tradicionálisan? Már nagyon sok idő eltelt, mikor Japánba elindult ez az út. Itt Fehérváron is már 40 éve kezdtük a karatét, és azóta oktatjuk is. Úgyhogy már nem kell Japánig elmenni, Fehérváron is megtalálható. Igen, hát ön ugye számos generációt nevelt ki, és nagyon-nagyon sokan kötődnek önhöz, akik karatével foglalkoznak itt Székesfehérváron. Ezt jó így hallani, hogy sok generált, mert így van egyébként, csak ilyenkor hát mindig elszomorodom, hogy Jézusom, a koromat illetően valóban sok generációt oktattam már. Igen, 1976-ban kezdtük, és megalapítóként itt Fehérváron a Kyokushin karatét. Azóta valóban nagyon sok generáció átment a kezünk között, átment a kezem között, és hál' Isten a mai napig is remek létszámmal népszerű a Kyokushin karate. Népszerű, vagy azért mindig vannak ilyen olyan korszakok, amikor valamiért felkapják, többen járnak, aztán utána ez egy kicsit ez az érdeklődés csökken, vagy inkább egy ilyen egyenes arányosság azért megfigyelhető, hogy folyamatosan egyforma az érdeklődés? Ez nem is olyan könnyű kérdés egyébként. Én egy kicsit így gondolkoztam, érdekes. Mert voltak ilyen, például amikor a Mortal Kombat meg ezek a filmek bejöttek, akkor többet hallott, olvasott az ember ezekről a sportágakról. Biztos, hogy lehet párhuzamot vonni, hogyha van egy Bruce Lee film, vagy bármely olyan, ami arra invitálja a nézőt, hogy hú, ő is kipróbálná mindezt, aztán eljön edzésre, valószínűleg megnő a létszám is akkor, de aztán rájön, hogy igen, izzadságos ezek a képességek fejlesztése, ez az eredmény, igen, izzadságos, és akkor rájön, hogy itt dolgozni kell, és akkor lehet, hogy ahogy föl, úgy le is megy ez az amplitúdó. Inkább azok az emberek maradnak meg hosszú távon, akik tudatosan jönnek. Tehát nem csak egy ilyen nagy hevület hatására, hanem hülyén karatézni szeretnék, utána nézek. Mivel jár ez, és akkor bevállalja azt a munkát is, ami kell. És ebbe nem is árulok én se zsákba a macskát. Aki el akar jönni karatézni, elmondom neki, mivel jár. Mivel jár? Izzadsága. Izzadsága, kitartás kell, gondolom hozzá, meg önfegyelem. Fokozatosság, én senkit, mindenkinek ajánlom, kortól és nemtől függetlenül. Persze attól függően, hogyan tudjuk kialakítani a csoportokat. Jelen pillanatban inkább azt mondom, hogy 7-8 éves kortól vannak nálunk 60 fölöttiek is, tehát ebbe a korcsoporthoz, a generációhoz tartozóan mindenkinek ajánlom, független attól, hogy milyen a mozgás koordinációja, milyen betegsége, persze attól függően, hogy a betegsége engedi-e a mozgást, tehát mindenki, aki ráveszi magát, hogy mozogjon, azt merem ajánlani nagyon bátran, egy azért, mert a fokozatosság elvét betartjuk, tehát itt mindenki magához képest fejlődik. Azt ugye említettük, hogy 4 évtizede van Székesfehérváron tradicionális oktatás. Ön hogy kezdett el érdeklődni ez iránt a sport iránt? Húha! Honnan jött ez, a szikra? Már gyerekkorban vagy? Igen, úgy gondolom, hogy ez elültették bennem ezt a csippet már talán születésem óta is, ugyanis legelső, legnagyobb megmérettetésem a születésem volt. Anyukám saját felelősségre hozott ki a kórházból, és kiskanállal itatta a tejet velem, mert annyira nem voltam életképes. Aztán harcoltunk együtt, neki köszönhetően itt vagyok, tehát már szerintem ez a fajta életért való küzdelem benne van.
És én a mai mindig is olyan típusú voltam, hogyha valakire azt, valamire azt mondták, hogy azt nem lehet megcsinálni, akkor az biztos, hogy én megcsináltam. És talán a sportág választásaim is némi párhuzamot von, hogy éppen a karaténél kötöttem ki, hisz először tornáztam, szer- és talajtornáztam, aztán cselgáncsoztam versenyszerűen sokáig. De volt egy időszak, amikor a cselgáncs megszűnt, akkor eveztem, de ezzel párhuzamosan meg elkezdtem a karatét. Hát ez egy nagy szerelem lett, sőt, ez most életmóddá vált. Ez a életmód, az életmódnak sok követője van? A család is szerves tagja ennek a kis csoportnak? Félbe mondom ezeket már csak azért is, mert hát azt gondolják, hogy tehát a karat is az nem erőszakos, kezdjük ott. Én az mindenféleképpen sportos beállítottságú vagyok, a családom minden tagja az. Feleségem futó volt, hát a fiaim is mindent kipróbáltak, de valahol csak úgy gondolom, hogy az a fajta családi légkör, amit egy szóval ki lehet fejezni, és erre nagyon büszke vagyok a mai napig is, a szeretet. Ez övezi a családomat, és talán ez az, ami miatt mindenki ebbe az irányba orientálódott, és igen, a feleségem is már feketöves, a nagyfiam is feketöves, és a piculóm is kétszeres bajnok, 10 éves. Annyira jó, hogy említette ezeket az öveket. Ez mi alapján kerül meghatározásra, és milyen tudást szükségeltetik ahhoz, hogy a különböző színeket megszerezhessük, és mi a legkirályabb idézőjelben öv? Királyabb, ez jó. Ha csak tisztán az öveknek, az övekről beszélgetünk, és a feladatokról, hogy mit kell érte tenni, akkor az úgy nagyon lecsupaszítva lenne. Ha az övvizsgának az a lényege, hogy mindenki magához képes fejlődjön. Tehát nem szabad összehasonlítani, mert mindig jön egy primadonna, aki balettintézetből jött, és nagyon könnyedén megcsinál olyan gyakorlatokat, ami egy más izomzatú, más testalkatú emberke vértizzad évekig, mire azt meg tudja oldani. De lehet, hogy a rosszabb testalkatú ember is el tudja inni azt az övfogazatot, amit a nagyon jó alkatú. Magához képest fejlődés, ez nagyon fontos, és éppen nem is szeretem, hogyha én sokkal jobb voltam, mint ő megkapta, én meg nem, mert ez nem így működik. De az természetes, hogy vannak tanulófokozatok, és visszatérek a kérdésre, azt úgy hívják először az első fokozaton, elkezdi a karatét, 10. kiú. Kiúnak mondják ezek a gyakorló fokozatok. Itt is vannak ütések, rugások, védések, alapállások, szellemi kérdések, hogy közeledjünk a karatéhoz, és majdnem csak ez az első fokozat, hogy megszerettessük a karatét, és Isten hozott a karatéba, 10. kiús vagy. Innentől kezdve természetesen egyenes arányba a fejlődést mutatnunk kell, egyenes arányban nő az igénybevétel is, minden irányba. A csökkenő sorrendbe adja a minősítés, a 9. kiúnál már jobban kell tudni a 10. kiút, tehát mindig így körforgásszerűen azt gyakorolni kell, de már hozzá kell tanulni még több ütést, még több védést, még több rugást, és jönnek ilyen formagyakorlatok is. És a 8.-7. ilyen csökkenő sorrendben is mindig hozzáadódik, egy nagyon komoly rendszer, nagyon jó kitalálta az alapítónk, mondom, a Masutat szóljam az alapítónk, nagyon jó kitalálta, és sok 10 millió ember tanulja ezt a világszerte, és tehát csökkenő sorrendben növekszik az igénybevétel és a számonkérés. Színekben is meghatározzák ezt, a 10-9. kiú az narancssárga öv, a 8.-7. az a kék öv, 6.-5. az a citromsárga öv, 4.-3. az a zöld öv, 2.-1. kiú pedig a barna öv. Az első kiú után jön az, amit úgy mondunk, hogy fekete öv, és hát tulajdonképpen egy fekete övesnek már kivárási idők vannak, tehát nem úgy van, hogy jön egy hatalmas tehetség, és azt mondja, a 10. kiúra rögtön első kiúra vizsgázok 2 hét alatt, vagy 1 hónap alatt. Ilyen nincs, tehát ez egyértelműen van kivárási idő is, de így egy 5 év alatt azt mondom, hogy el lehet jutni odáig, hogy valaki feketőves legyen, ha akkor is megengedi. Igen, és gondolom, hogy a kitartás is megengedi. Hát azért én most nagyon kemény munkáról beszélek, és számunkérésről, igen, egyértelműen. Aztán amikor a mai találkozóról egyeztettünk, akkor én egy kérést tolmácsoltam önfelé, hogy hozzon magával
egy fontos dolgot. Ezt azért a kedves nézők láthatják az asztalon. Mi ennek a zászlónak a története, és miért éppen ezt választotta? Hát legelőször azért is, mert a Shibu az egyesületet jelent, ugye japánul Shibu szervezetet. A Pagoda Sport Egyesület az magyar jogi értelemben az én egyesületem, és ez a mi zászlónk, ez nagyon fontos, ugye hát ez szívügyem, és hát én most egy kicsit kitértem volna, akkor most kitérek a karatétól egy picit, mert ez a zászló hosszú utat tett meg. 2012-ben vált lehetőségé és valóságá a feleségemnek egy álma, mert az volt minden kérése, hogy szeretne eljutni Nepálba, az Everest alaptáborába. És akkor vált lehetővé, hogy akkor ezt megtegyük, ezt a hosszú utat, 5600 méter magasba Kalapatar, az az alaptábor, és vittük magunkkal ezt a zászlót, és a csúcson remegő kézzel is nagyon komoly mínuszok között kifeszítettük, és ez hosszú utat tett meg. Ez az egyesületünk szimbóluma, ez a zászló, és ez ebbe, hát mit mondjak, ott volt a hátizsákomban. Ha én most tudna beszélni, akkor elmondaná talán azt is, hogy fogok én kinézni 90 éves korban, amikor hajlott háttal, csöpögő izzadsággal ilyen tyúklépésekben megyek fölfele. Mert akkor ezek szerint szeretne visszatérni oda. Hát csoda egy világ, az biztos. Le van maradva egy 200-300 évvel, de boldog, boldog emberek, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Ott az ember szintén megint találkozik saját magával, és megerősítette a kapcsolatunkat is, meg saját magunkat is. Nagyon érdekes. Sok mindent tudnék róla beszélni, de azt hiszem, hogy spirituálisan is. Én egy földön járó ember vagyok, tehát hiszem, ha látom, ha tapasztalom, mutasd meg. Én is gyakorló ember vagyok, hát a belefektetett munkába hiszek, mindig is abba hittem. És bizony ez az út alatt olyan spirituális dolgokat találkoztam, a mai napig értetetlen számomra. Majd meg kell fejteni. De pont jó is, hogyha néha az ember a racionitástól egy kicsit elrugaszkodhat, nem? Mert lelkékben akkor feltöltődik. Mindenképpen, ha az ember bezárkozik egy világba és onnan kijön, akkor új hatások érik. Ért is. Meg is lepődtem, hogy ilyen is van. Azért én mondhatni azt, hogy eléggé úgymond szakborbár vagyok ebben a kérdésben, bár nyitott vagyok minden jóra azóta is, és próbálom közvetíteni nyitott ablakon keresztül a tanítványoknak is, hogy mit látok és mit tapasztalok, már nem akarok ilyen szakborbár lenni. Most már egy picit kaptunk ízelítőt abból, hogy mi van a karatén túl. De amikor mondjuk a karatén túl van, akkor mivel foglalkozik Rudán László? Szabad idejében, hobbi van? Hát nekem mindenem a karate. Tehát a hobbim is, a szabadidőm is, a családom is, de egyértelmű, hogy nálam tabu a család, és ha bármilyen kis lehetőség, tehát ez egy folyamatos fejlődést igényel. Tehát azért nem szabad elfelejteni a 40 év alatt is, hogy fejlődött a világ, és ha én most nem fejlődtem volna, csak 40 év előtti, vagy éppen a megszerzett tudást, vagy lezárok egy folyamatot, akkor elmaradnék. Hisz a sporttudományok is fejlődnek, nekem muszáj haladni, hisz a tanítványok sorában sok tanárember van, testnevelő tanár, ráadásul most a fiam éppen most diplomázott, nagyon okos ember, nem lehet hülyeségeket mondani neki, meg mondtam, hogy 6 évestől 60 éves korig minden réteg megtalálható. Tehát ahhoz, hogy én úgymond jó edző legyek, ahhoz nekem fejlődnöm kell, és szinte minden nap kell egy kicsit pluszt adnom, szinte minden nap van edzés, és mindig ugyanazt nem adhatom. De a cél felé sok lehetőséggel egy cél felé tudom biztosítani azt a gyakorlatot, amivel elérjük, de nem lehet mindig ugyanazt, mert az nagyon uncsi lenne, az úgy nem, az akkor nem maradnának meg. De büszkén mondhatom, hogy nagyon komoly létszámmal, hosszú kitartással ott vannak mögöttem. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a karate az nem csak hobbi, hivatás, hanem minden? Ez már életmód, igen. De azért csak egy mellékzőrejként rendkívül módon szeretek menni,
tehát kirándulni, csavarogni a nagyvilágba, hál' Istennek volt lehetőségem sokfelé elmenni. Van egy ilyen életelvem is, hogy mindenhol jó, de legjobb újra elmenni. De nagyon szeretek hazajönni, és ha bármilyen lehetőségem engedi, akkor ugye a családdal együtt az a legjobb. Egyedül nem jó. Volt kedvenc táj, vagy kedvenc helyszín? Volt. Többször volt lehetőségem a sportág, a fejlődés folyamát, el kellett mennem Japánba is így többször is, hogy mesterektől tanuljak, és átadjam a tanítványaimnak. Az egy nagyon más világ Japán. Nagyon kívánom, hogy jusson el oda, és tényleg azt mondom, hogy akár Amerikától Európában több felé voltam már, de azt mondom, amikor Japánba úgy odaér az ember, akkor a 700-át. Más világ, tényleg. Igen, oda szívesen megyek mindig, nem csak azért, mert érdekel a kultúrájuk, hisz végül is a gyökerek onnan származnak. Ott olyan sok minden le van tisztulva, és nagyon sok ember tudnak koordinálni, és ez nagyon tetszik nekem. Az edzéseken keresztül nagyon sokat tanultam, nagyon sok mélységet tanultam, mert felszínesen ugye sokat kell tanulnunk, de annak a mélységeit ott tudtam elsajátítani. Meg más mentalitással, szemlélettel is. Hát én mondok gyorsan egyet, hogyha a két magyar összeáll, és ugye azért nálunk megvannak az ütések, és a fokozatosság elvén természetesen, de a két harcos összeáll, és megüti egymást, akkor és esetleg az egyik győz, akkor a másikban nem biztos, hogy az marad, hogy most ő volt a jobb, és azt sportszerűen azt mondja, hogy attól függ persze, hogy milyen az oktatás, hanem lehet, hogy rossz érzéseket szül a vereség. Na, a Távol-Keleten ez nem így van. Ha én megütök egy japánt, és az összemegy sportszerű kereteken belül, akkor ő föláll és megköszöni. Megköszöni, hogy megmutattam azt a gyenge pontját, amit neki még erősíteni kell. Azért ez a mentalitás tőlünk egy kicsit még távol áll. De mondjuk nevelhető? Vagy a edzéseken azért törekszik el? Abszolút. Nekem hát ezt tapasztalatban mondtam, amit az előbb elmondtam, és így is nevelem az embereket. Tehát ha látom, hogy az ütéseknek a fokozatos erősségét, hol van a határ, tehát ha én elkezdem ütögetni, és ön azt mondja, hogy elég, akkor én le is álltam. Tehát ön mondja meg, mert én nem érzem, hogy mit érez. Tehát ez egyértelmű. Viszont ha valaki kicsit később mondja, aztán megmutatja, hogy fáj, akkor nem haragudhat a másikra. Ez természetes. Itt a szellem nagyon fontos, hogy fejlődjön. És én erre nagyon odafigyelek. Férfiak választják inkább ezt a sportot, vagy a nők? Jó kérdés. Nem mondhatnám, hogy férfiak csak. Ma már minden sportágban egyenjogúságban, sőt, még olyanban is, amire én is azt mondom, hogy általán nem kellene, és ezt ön szerintem nagyon jól tudja. Mondhatni azt, hogy jól áll a nőknek a karate, de én a küzdelmeket ott már egy kicsit leszabályoznám jobban, egy azért, mert ugye testalkat teljesen más. Viszont a szellemiségük olyan harcias, hogy jobban kell figyelni, hogy nehogy tönkretegyék egymást, mint a fiúk. Borzasztó, brutálisan tudnak küzdeni. Amazonok. Így van. Tehát igen, ők nagyon-nagyon oda teszik magukat, és tényleg inkább az arra kell figyelnem, hogy kicsit mindig visszavegyenek, nehogy sérülés legyen belőle. Akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ez az életmód, ez a szemlélet, ez a sportág ma is nagyon-nagyon népszerű, és sokan érdeklődnek. Ha azt nézem, hogy milyen sok tanítványom van, és amire nagyon büszke vagyok, és sok ezer embert oktattam már, persze mindenki belekostol, nem bírja, abba hagyja. Képzeljünk bele, valaki eljön edzésre, mivel találkozik? Bejön sok ember között, ismeretlen, ez felnőttnek is kellemetlen először, találkozik azzal, hogy hú, most mi lesz, izgul, ideges, elkezdi az első edzéseket, teljesen bénának érzi magát, nem esetlennek érzi magát, elfárad, magával találkozik, életszerű a dolog, elfárad, nem bírja, tehetetlen, minden baja van, ezeket le kell győzni. Eljön más, és szép lassan, ahogy fejlődik, úgy szerez barátokat, úgy illeszkedik be a közösségbe, úgy alkalmazkodik az izom a munkához, és egyre jobban megszereti. Aztán az élet, ahogy megy tovább, hogy megnősül, férhez megy, a munkája elszólítja, az iskolája elszólítja, ilyen sajnos beleszól
létszám csökkenésbe, de nyugodtan merem mondani, akármerre járok, nem úgy az országban, nem mondani, még Európában is, mindig találkozok tanítvánnyal, és ez nagyon jó érzés. Köszönöm szépen, és köszönöm azt a derűs szemléletet és jó kedvet, amit most ide hozott a stúdióba hozzánk, és vagyok. A lelkesedést. És hát én azt kívánom magunknak, hogy amikor majd a 90 éves nepáli túrát megteszi, akkor utána ugyanilyen jó kedélyet viszem magam majd, az ászló. És utána ugyanilyen jó kedélyet tudjunk beszélünk akkor is? Igen. Ez legyen addig a végszó. Addig is, akkor mindenképpen. Köszönöm, hogy itt volt. Jó egészséget kell, köszönöm szépen. Viszont. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is várjuk Önöket. Viszontlátásra!